fejlesztés a Duna lakóparkban családi házas telkeket alakítanak ki az északi területen. Rendőri akció Európa szerte, a gyorshajtókkal szemben léptek fel a rendőrök. Flashmob a Magyar utcán 10 kórus énekelt együtt a belvárosban. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. Mintegy 260 családi házas telket alakítanak ki a beruházó a Duna lakópark északi részén, ami csaknem 45 hektárt érint. A szabályozási tervet májusban fogadták el, a telek kialakítás mellett pedig intézményi terület is létesül, valamint az úthálózatot is fejlesztik. 2003-ban készült el a Duna lakópark szabályozási terve, ami akkor nagy vitát váltott ki. Ennek oka az volt, hogy nem kapcsolódott szervesen az új lakópark a városbeépített területeihez. Az elmúlt években azonban szinte teljesen kiépült a terület, napjainkban összeépült a várossal. Mivel Moson-Magyaróváron elfogytak a beépíthető családi házas telkek, ezért 2 éve elindult a Duna lakópark azon fejlesztése, amivel több hasonló területet alakítanának ki. Elindult egy olyan folyamat is, ami nem túl kedvező, az, hogy a belterületi ingatlanokat megosztják magánúttal, és egy lakás helyett mondjuk 2 vagy 4 lakás is megjelenik egy ingatlanon. Tehát mindenképp szükség volt egy nagyobb terület lefejlesztésére, ugye a városnak ilyen területe jelenleg nincs. Ugye alapvetően a Duna lakópark és a Halász út közötti terület volt elsődlegesen kijelölve, de ott a tulajdonosi szándékok miatt ez nem jött össze. Ezért döntöttek a beruházók úgy, hogy a Duna lakópark feletti mintegy 45 hektáros területet fejlesztik. Az önkormányzati szabályozás elkészült, ezt májusban fogadták el. Az újabb lakótelkek kialakítása mellett a fejlesztés másik célja a közlekedési hálózat korszerűsítése, amit a beruházóknak saját költségen kell megvalósítaniuk. Erre azért is szükség van, mivel egybekötő út vezet a Duna lakóparkhoz. A közlekedési hálózat fejlesztésének a lényege, hogy a terület feltáró útjait lehetőség szerint tovább vigyük a Fekete-Erdei út irányába, tehát az egész területnek legyen egy másodlagos kikötése, illetve a terület gyújtó útjait a beruházók fogják építeni, ami egyébként tartalmaz egy körforgalmi csomópontot is a Halászi út, illetve a Duna lakópark bekötő útjánál, és a város a kész közművesített burkolt közlekedési területeket fogja átvenni. A Moson vármegye információi szerint a területen a beruházók 500-700 négyzetméter közötti családi házas telkeket alakítanának ki főként, ez mintegy 260 új házat jelent, de társas házakban 200 lakás építésére is biztosítanak majd lehetőséget. Mindezek mellett intézményi területet is létrehoznak majd, amiket kereskedelmi és szolgáltatói célokra használnak fel, de a tervek szerint oktatási intézmények is létesülnek majd. A gyorshajtókat mérték a rendőrök 3 napon keresztül Moson-Magyaróvár térségében. Az Országos Rendőrfőkapitányság egy európai akcióhoz csatlakozva Magyarországon is elrendelte a fokozott sebességmérést, hogy a gyorshajtókkal szemben fellépve hozzájáruljanak az ebből fakadó balesetek elkerüléséhez. A Bezenyei főút mellett mérték az autósokat a rendőrök szerdán. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata hirdetett rendőrségi akciót Speed elnevezéssel augusztus 9 és 15-e között, hogy kiszűrjék a gyorshajtókat. Ehhez csatlakozott a magyar rendőrség is. Ezáltal az összes városban, mind lakott területen, mind lakott területen kívül a rendőrkapitányságok sebességet ellenőriznek. A fokozott ellenőrzést a nyári megnövekedett forgalom miatt szervezték meg. Sokan mennek nyaralni, a szervezetet pedig különösen megviseli a nagy hőség, ami a sofőrök figyelmét is nagy mértékben befolyásolja. Egy megnövekedett sebességnél a reakcióidő már csökken, nagyobb a balesetveszély. Ebbe bízva, hogy ez az akció el fog érni a célját, és a Magyarország közútjain csökkennek a balesetek, főleg a relatív és abszolút gyorshajtásból bekövetkezett balesetek. Végezzük mi is több helyszínen ezt az ellenőrzést. Ha valaki lakott területen belül a megengedett 50 km/h sebesség helyett már 53 km/h sebességgel hajt, az már szabálysértés, ami 5-től 50 ezer forintig helyszínen bírságolható. Amennyiben viszont a sebesség túllépés már jelentősebb ennél, tehát mondjuk 15 km/h ezt meghaladja,
akkor már közigazgatási eljárást kezdeményezünk az elkövetővel szembe, ami értelemszerűen egy fix 30 000 forintos bírságot von maga után lakotteten belül, továbbá 6 pontot, ami azért nem elhanyagolható. A rendőrség szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy csökken a jogsértő járművezetők száma, de mindig vannak olyan időszakok, például nyáron vagy karácsonykor, amikor a megnövekedett forgalom miatt megugrik a szabálytalankodók száma is. A város kórusai léteznek, és már nagyon várják, hogy ismét közönség elé lépjenek. Ezt hivatott bemutatni az a flashmob, amit csütörtök délután rendeztek a Magyar utcán. Összesen 10 kórus tagjai, több mint 100-an énekeltek hosszú kihagyás után ismét együtt. Összesen 10 kórus, több mint 100 kórustag gyűlt össze csütörtök délután a Magyar utcán, hogy egy flashmob keretében mutassák meg magukat, és azt, hogy az elmúlt másfél év koncert elmaradásai ellenére még léteznek. Egyszerűen a saját kutfőmből úgy gondoltam, hogy másfél éves kihagyás után ugye minden kórus otthon volt, karanténban volt, nem tudott énekelni, szereplés nem volt, és arra gondoltam, hogyha kiszabadulhatunk, akkor egy ilyen közös éneklést tervezünk, és erre meghívtuk a város és városkörnyéki kórusokat is. A flashmobot Kis Veronika és Menzlerné Ilona közösen szervezték meg. A kórusok vezetőik segítségével készültek fel az alkalomra, a népdalok mellett pedig kánonok is elhangoztak. Párkata Péter, jó reggel! Párkata Péter! Nehéz időszakot tudhatnak maguk mögött a kórusok is, hiszen másfél éve szinte alig volt lehetőségük közönség előtt fellépni, vagy közösen próbálni. Ezért is van nagy jelentősége az ilyen megmozdulásoknak, ahol a bemutatkozás mellett újra találkoznak a tagok. Nagyon vártuk, az egész kórus, meg minden kórus várta már, hogy végre újra a közösségbe lehetünk, újra együtt énekelhetünk, és ezt az élményt átélhetjük, mert aki még nem énekelt kórusban, az nem tudja, hogy ez micsoda felemelő érzés, és milyen hatalmas élmény, ha csak magunknak énekelünk. Így, hogy közönségünk is van, így meg ez még inkább jobb. A mosonmagyaróvári és térségbeli kórusok a remények szerint minél hamarabb színpadra léphetnek majd, és korlátozások nélkül várhatják a zeneszeretőket. Igazgatási szünet lesz a mosonmagyaróvári polgármesteri hivatalban augusztus 16-a és 19-e között. Augusztus 16-án hétfőn 13 és 16 óra között, míg augusztus 18-án szerdán reggel 8 és délután 4 óra között lesz ügyfélfogadás. A házi pénztár szünetel mindkét nap. Az igazgatási szünet alatt a hivatalban portaszolgálat működik, és telefonon állnak az ügyfelek rendelkezésére. Ismét szúnyoggyérítés lesz Mosonmagyaróváron. A szakemberek augusztus 16-án hétfőn a földi kémiai, míg augusztus 17-én kedden a légi kémiai védekezést végzik el. Tartaléknapok a földi kémiai védekezésre augusztus 17-e és 18-a, a légi gyérítésre pedig augusztus 18-a és 19-e. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombaton a napsütésé lesz a főszerep, élénk lesz a légmozgás, 32 fokot mérhetünk majd. Vasárnap már gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak térségünk felett. Élénk a zivatarok környezetében erős lesz a szél, 33 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most válogatást nézhetnek meg archívumunkból. Szombaton az MMA portréfilmek következő részét vetítjük, míg vasárnap 19 órától az 5. Pecsét című magyar filmet nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket.
Tartsanak Önök a továbbiakban is, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!